gondolom, hogy a kórházban alapvetően jó a hangulat. A főigazgató szerint az intézmény tavaly is sikeres volt. A szemészeti osztály műszerparkja például európai színvonalú lett. És a dolgozók munkája, áldozatvállalása is példaértékű. Egy kellemes, családias hangulatú környezetben ünnepelve az egészségügyi dolgozókat megköszönjük azt a munkát, amit egész évben gyakorlatilag fáradtságot nem kímélve a betegekért végeztek. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő arra emlékeztetett, a kórházfejlesztések mellett a kabinet az egészségügyi dolgozók béremelését is kiemelten kezeli. 2012-től, ahogy a gazdaság, ahogy a költségvetés engedi, a kormányzat annak érdekében is nagyon sokat tett, hogy az itt dolgozókat anyagilag is, ne csak erkölcsileg, anyagilag is megbecsülje. És odáig fogunk eljutni, hogy a következő évtől 2019-ig várhatóan a 2012-es béreknek a dupláját tudjuk majd az egészségügyben kifizetni. A kórház függetlenül attól, hogy ki a fenntartója, Nagykanizsáé, fogalmazott Dénes Sándor. Nem mi vagyunk a fenntartó most már néhány év óta, de a miénk a kórház Nagykanizsáé, Nagykanizsa lakóié, és hát azért a környezet, kb. 120 ezer embert szolgálnak, gyógyítanak a Kanizsai Dorottya kórházban, és ezt nekünk el kell ismerni, tisztelni kell, segíteni kell, természetesen segítünk is a kórházunkon akkor, amikor erre szükség van, nem baj, hogy nem mi vagyunk a fenntartók. A csónakázó tónál rendezett Semmelweis napon a kórház dolgozóit kulturális és sportprogramok várták.